Köszöntöm Önöket, fasorok, parkok, erdők létesítése. Tovább folytatódik a Zöldváros Fehérvár tüdeje program, hiszen cél a jövőnk. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk. Is, akác, kocsányos tölgy és turkesztáni szél sorakozik mintegy 3 hektáron Székesfehérvár peremén, nem messze Palotavárostól. Különböző fajok vegyítésével úgynevezett elegyerdőt alakítottak ki itt a szakemberek. Cél, hogy a város környékén minél több erdős terület legyen. Ezzel a koncepcióval indult el annak idején a Fehérvár tüdeje program. Fákat a mában ültetjük, és hát körülbelül 20, vagy inkább 30 év múlva lesz ennek tulajdonképpen eredménye. Akkor mire gondolt, amikor ez a mondat elhangzott, mert hát nagyon fontos részét képzi majd a mostani környezetvédelmi beruházás. Leginkább, hogy akkor itt az ideje éppen, hogy elkezdjük ezt a fejlesztést. Minél több területet találjunk a város környezetében, vagy akár belső területein is, ahol a fatelepítéssel előre tudunk lépni, illetve, hogy a város környékén pedig kifejezetten erdőtelepítésekhez keressünk megfelelő helyet. Így indult a Fehérvár tüdeje program szakmai elképzelések alapján, hiszen Balsai Miklósék voltak azok, akik először megkerestek bennünket ezzel a javaslattal, így indult el, és tényleg a VADEX, a Városgondnokság, a Városháza, civil szakmai szervezetek együttműködésével, az erdőgazdálkodásban tevékenykedő hatóságok, civil szervezeteknek a közreműködésével ez a program elindult. Ugye ennek gyakorlatilag lett egy program neve, a Fehérvár tüdeje program, ez többféle elemet tömörít. A palotavárosi tavak körüli fejlesztéseket ugyanúgy, mint az elkerülő útig terjedő szakaszt, illetve az elkerülő túlsó szakaszát. Most itt vagyunk az első bizonyos értelme próbatelepítésnél. Ez egy 3 hektáros terület, több mint 54 ezer fa és növényzet ültetésével indult el körülbelül 4 évvel ezelőtt. Látszik ennek már az eredménye, tehát látszik, hogy persze 20-30 évet kell várni arra, hogy valóban azt mondhassuk, hogy kifejlődött, de látszik, hogy pár év után is igenis ennek már van haszna. Életminőség szempontjából, klímavédelem, környezetvédelem tekintetében kiemelkedő jelentőségű, és itt ugye el is hangzott, hogyha ez a következő ütemekben megvalósuló több mint 110 hektáros erdőtelepítés meg tud valósulni, akkor ez bizony Szedreskertnek, Palotavárosnak és Tóvárosnak is egy jelentős életminőségjavulást fog eredményezni, és klímavédelmen túl bizony a hőmérsékletet is jelentős részben csökkenteni tudja. Itt elhangzott a szakemberek részéről, hogy bizony ez 2-3 fokot is jelenthet mondjuk egy nyári nagy meleg időszakban. Hát azért ezt pontosan tudjuk, hogy milyen jó jönne akár most ezekben a hetekben is. El kell érnünk, hogy pár év, illetve évtized múlva ez már egy gyakorlati eredmény legyen itt Székesfehérváron. A Fehérvár tüdeje program keretében tudtuk modern városok program vonatkozásában az alsóvárosi rétet megvenni, és ezáltal megmenteni zöld területként, hiszen korábban azt beépíthették volna ipari, gazdasági céllal. Magántulajdonban volt, az állam segítségével ezt az önkormányzat meg tudta vásárolni, és ez a mindegy 100 hektár rét terület, ez rét tud maradni. Szakemberek valószínűleg azt is javasolják, hogy ennek egy jelentős része a jövőben is rét funkciót kapjon, de az összes terület, ami itt most érintett a Fehérvár tüdeje programban, a szakemberek mondják meg, hogy hol, milyen funkcióval, milyen fafajták telepítésével, hogy alakuljanak ki a különböző erdőrészletek, beleértve azokat is, ahol kifejezetten az emberek számára látogathatóak lesznek, mindegy kimozdulva otthonukból, pár perc sétával, mintha nem is Fehérváron belül lenne, életérzés fogja őket körülvenni, de mégis Fehérváron tud ez megvalósulni, és lesznek olyan erdők, amiket pedig kifejezetten környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásban sűrű betelepítéssel szeretnének a szakemberek megoldani. És ha már ipar, visszatérve egy mondat erejéig az ipar,
iparra, hát rendkívül nagy az iparunk, iparváros Székesfehérvár, ami egy pozitív dolog, de ennek kapcsán is fontos lehet az, hogy egy ilyen környezetvédelmi akcióban vehetünk részt. Fenntartható várost kell fejleszteni, tervezni, üzemeltetni, a fenntarthatósághoz hozzátartoznak az anyagi bevételei az önkormányzatnak, de az is, hogy a másik oldalon tehermentesíteni tudjuk azt, amivel terheljük a környezetünket. Én úgy gondolom, hogy ez ennek egy szép példája, hogy igenis ezt meg lehet valósítani, hogy Európai Uniós állami önkormányzati forrásokat együtt összefogással erre a célra lehet fordítani, hogy erre egyébként a magánszereplők is rávehetők, akár civil szervezetek, akár nagy gazdasági cégek, hogy erre igenis áldoznunk kell a jelenünk és a jövőnk vagy gyermekeink jövője érdekében, és én azt tapasztalom, hogy ezt az összefogást a szakmai és mögöttük a civil szervezetek vonatkozásában igenis meg lehetett teremteni. Ezen az úton kell szépen végigmenni. Ugye most tudjuk, hogy most megmutatunk egy kis 3 hektáros erdőrészletet, de ezt viszonylag rövid időn belül, a 19-20-ban mindegy 30 hektáros erdőtelepítés fogja követni. Részben közelebb is a városhoz, hiszen a palotavárosi tavak mögötti területről beszélünk, és utána aztán a következő ütemek további mindegy 80 hektárt fognak tudni eredményezni. A Vadex ZRT mintegy 54 ezer darab fát ültetett ide néhány évvel ezelőtt, csatlakozva a jövőnket érintő egyik legfontosabb környezetvédelmi akcióhoz. Nekünk egyrészt nagyon fontos, nagyon jó üzlet ez vállalkozási szempontból, de sokkal fontosabb ennek a társadalmi része, szerepvállásunk. Állami cégről van szó, akinek kutyakötőlesség úgy gondolom részt venni egy önkormányzati projektben. Nyilván mi vagyunk kézni, mi vagyunk a helyi erdőgazdálkodó, van csemeténk, van kapacitásunk, vállalkozunk, gépünk, mindent, megvan a szakembergárda, ugye ezt szerintem nálunk kell, hogy gravitáljon. Ezek a vegyes állományok, igazából 8 kisebb parcellról beszélünk, egyik legnagyobban pont mehetünk levő. Nem nagyon voltak akkor még a városnak szabott területei, amit tudtunk volna erdősíteni, nyilván a nagyobbakkal kezdtünk, ezek voltak ez a 8 darab. Igazából a termői feltárás után döntöttünk a fafajok megválasztása mellett. Ezek a konkrét állomány esetében például akác, szürkenyár és szilfafajok. Ez egy vegyes, egyéb lomb, egyéb lágynyomb, egyéb kemény lomb erdőnek számít. Ez rendkívül, a jövő szempontjára rendkívül állik, hogy nekünk tartós állományt jelent. Mi az oka annak, hogy tulajdonképpen itt van a hátunk mögött, ezen a helyszínen, ez a mondhatjuk, hogy kis kísérleti erdő? A célunk ugye nyilván Fehérvár tüdeje, ez a programnak a klasszikus megnevezése. Itt arra van szó, hogy egy nagyváros környezetében mindenképpen szükségesek erdőfótok, hasonlóan mondjuk Debrecenhez vagy Pécshez. A városvezetése döntött amellett, hogy ebben el szeretne mozdulni. Természetesen csatlakoztunk hozzájuk, és döntöttünk egy 3 lépcsővel álló programi projekt mellett, ennek az első állomása volt ez, amit látunk. A kezdeményezés az Erdőért Egyesület jóvoltából indult. Polgármester úrnál, a városgondnokságnál nagyon jó visszhangra talált és nagy megértésre ennek a jelentősége ennek az erdőnek. Balsai Miklós, az Erdőért Egyesületnek az elnöke, és ő kezdeményezte Fehérvár környéki erdőknek a telepítését. És itt a Palotaváros környékén ugye nem csupán azért fontos az erdő, hogy a talajnak, illetve a levegőnek a légszennyezettségét megszűrje, és a port megfogja, hanem azért is, mert az erdőnek még rendkívül jó hatékonysága az is, hogy szabályozza és mérsékli például az ilyen palotavárosi betontömbök mentén kialakuló hőszigeteknek a kártékony hatását is. Tehát egyes felmérések szerint a városi és a vidéki klíma, ami a hőszigeteknél kialakul, akár 10-12 fokot is elérhet ez a hőmérséklet különbség. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi a zöldövezetnek az aránya egy városon belül. Székesfehérvár a középmezőnybe helyezkedik el a nagyvárosok tekintetében, tehát jó lenne, hogyha a zöld felületeknek az aránya növekedne a városban, így az erdőterület is. Jelenleg Székesfehérvár környékén 900 hektár erdő van, és ezt szeretnénk most a Fehérvár Tüdeje program kapcsán további 110 hektárral növelni. Most az erdőnek a jelentősége, tehát a hőszigetek káros hatásának a mérséklése, és itt a Palotaváros környékén, ahol 20-25 ezer ember lakik, bizony az erdőnek ez a hatása 2-3 fokot is tudja mérsékelni nyári meleg estéken az itt lakóknak a javítva az életkörülményeit. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ez az erdőtelepítés megvalósuljon. Egyes kutatások szerint olyan 60-100 hektárnyi erdő 1 kilométeren belül 3 fokot csökkenti a nagy meleget. Tehát főleg nyáron ez nagyon számottevő és nagyon fontos élettani hatása van ilyen szempontból az erdőnek.
Bár a fák szépen fejlődnek, további erdősítésre van szükség a szakemberek szerint. A városi erdők és parkok rendkívül nagy szerepet játszanak ugyanis a lég- és talajszennyezettség javításában, a por megkötésében és a csapadékvíz elnyelésében is. Azonban ezeket a feladatokat egy erdő vagy park csak akkor tudja ellátni, ha egybefüggő területe a megfelelő nagyságot eléri. Klímastratégiai szempontból ugye egy ilyen erdősítés ez mindig egy előremutató dolog, tehát főleg egy ilyen begyeszékhely, amely egyébként a Mezőföld és az Álmai medencének és a Sárét területnek, a tájvédelmi területnek a határán fekszik. Tehát ugye nem vagyunk úgy ellátva erdőséggel, mint mondjuk a Sopron vagy éppen a Mecsek. Viszont nagyon fontos, mert ugye egy erdő az hatalmas oxigéntermeléssel bír, hatalmas por megfogó tartó képessége van. Azt gondoljuk, hogy hatalmas klíma szerepe van, ugyanis fokokat tud számítani egy adott városi környezetnek egy város ökológiai szempontból, hogy mennyi erdő van körülötte. De természetesen ennek a megtervezése és a kivitelezése az egy nagyon összetett csapatmunkát és teammunkát jelent. Tehát ebben van erdőmérnök, természetvédő, tájépítész, és ezeknek a szakmáknak az összehangolásából jöhet létre csak egy megfelelő erdőterület. Úgy, ahogy említettem, azért itt a Mezőföldön azért, ami nagy gazdagság számunkra, azért azok a gyepek, mocsárétek, láprétek, ugye, és nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek is ugyanolyan élettani hatásokkal bírnak, és emiatt szükség volt arra, hogy közösen dolgozzunk, és ebből igazából az fog létrejönni itt a Fehérvár tüdejében, hogy lesz egy mozaikos élőhely, lesznek ligeterdők, lesznek divers orhideákkal tarkított mocsár és láprétek, amelyek reményeink szerint pedig védettek is lesznek. És azt gondolom, hogy amellett, hogy egy nagyon fontos ökológiai zóna fog létrejönni a város mellett, egy remek rekreációs övezet is lesz, és hát nyilván mondhatjuk azt, hogy Sóstóval összekötve lesz egy hatalmas élőterületünk, egy hatalmas élőhelyünk ismét. Hát én azt gondolom, hogy valóban a palotavárosiak fogják először érezni annak a akár klimatikus hatását is, ami egy ilyen léptékű erdőtelepítésnek a pozitív eredménye, hiszen a nyugatról érkező szél, illetve az ehhez kapcsolódó por és egyéb dolgok ezekben az erdőkben meg tudnak ragadni, kötődni, és olyan kipárolgást tesznek, hogy a városnak a klímáját egyértelműen javítja, és így joggal hívhatjuk a város tüdejének majd ezt a területet, hiszen ahogy láthattuk itt a sajtótájékoztató kapcsán, először egy kísérleti jelleggel lett elültetve pár hektár erdő, de hát hallhatjuk, hogy ez nagy léptékkel folytatódni fog, és én egész biztos vagyok benne, hogy az itt élők csak a jó részét fogják érezni, hiszen ha ezek az erdők majd megnőnek, az előbb úgy hallottam, van egy szakszó, hogy megtömbösödnek, akkor már akár rekreációs célra, a kirándulás céljából, feltöltődés céljából is tökéletesen fogja szolgálni. Nem csak a palotavárosiak egészségét, hanem egész Székesfehérvár lakosságát. A zárt lombkorona megakadályozza a talaj felmelegedését, melynek eredményeként olyan belső klíma termelődik az erdőben, mely a benne tartózkodó ember számára igazi felüdülést jelent. A most bemutatott projekt célja is éppen ez, egy élhető, egészségesebb élettér kialakítása. A program tovább folytatódik, cél, hogy Székesfehérvár környékén még több fa, még több erdő legyen. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!